a legrégebbi ilyen hagyományőrző tévések egyike. Jó messze rakik, és hát de most megtiszteltette. Köszöntöm a jelenlévőket és a majd leendő tévénézőnket, és felkérem Horkovics urat, hogy kezdje el az előadását. Hát sok szeretettel köszöntöm itt a társaságot. Nem egy ismerős arcot látok itt a társaságban. Hát a Feri kért, hogy mondjak egy pár szót magamról, nem fogok sokat mondani, mert nagyon-nagyon hosszú az előadás. Azt is ilyen gyors léptekbe fogom megpróbálni, mert 260 képen keresztül kell végigmennünk, és hogyha mindegyikről csak egy percet mondanék, hát akkor is közel 5 óráig beszélnék, úgyhogy nagyon kell sietnem. Pozsonyban születtem, a érettség után Debrecenbe kerültem az Orvosi Egyetemre, azt elvégeztem. Több helyen dolgoztam Magyarországon, majd végén kikötöttem az Országos Onkológiai Intézetben. Ott dolgoztam, mint onkológiai nőgyógyász, már mint szakorvosként, és 85-ben diszidáltam, majd bocsánat, nem 85-ben, de 85-ben diszidáltam. Először Ausztráliába akartam menni, az ott kiderült, hogy nem fogadják el a magyar orvosi diplomát, ott még érettségit is újra kell csinálni, hát azt már nem akartam 30 évesen, úgyhogy aztán Németországba ragadtam. Ott elég gyorsan sikerült stabilizálnom magamat, és 88-tól aztán Münchenbe kezdtem dolgozni, a saját nőgyászati rendelőmbe. Hála Istennek jó ment a sorom, mert hát 9 nyelven beszélek, ennél fogva nekem München ez egy multikulturális város, úgyhogy nagyon-nagyon sok idegen ajkú beteget kaptam. Hát nyilván egy beteg szívesen beszéli el, vagy szívesebben mondja el a saját problémáját a saját anyanyelvén. Ennél fogva egy rövid időn belül nem igazán voltak konkurensek a német orvosok, mert teljesen tele voltam mindenféle nációval. Úgyhogy jó ment a sorom, sokat operáltam, és úgy elég gyorsan elértem azt, hogy 2-3 hónapi munka után meg tudtam engedni magamnak, hogy egy hónapot járjam a világot bárhol, és ezt csináltam körülbelül 10 éven keresztül, még meg nem nősültem. Aztán egy kisebb bajor városban átköltöztem, és aztán összesen 2010-ben visszaköltöztem Magyarországra. Nagyon erősen működött bennem a honvágy. Nem akartam teljes mértékben megöregedni Németországba, és még úgy gondoltam, hogy addig még van erő, meg szóval életaktivitás bennem, még azért haza akartam jönni, hogy megfelelően lehetőségemhez mész, és segítsem a Magyarországnak a kibontakozását. Ez az őstörténelmi eladás, ez 500 könyvnek a szintézise. Az első őstörténelmi könyv, amit elolvastam, az Padányi Viktortól volt, a Dentum Magyaria. Ettől indult bennem el a fantázia. 90-es évektől ugye Magyarországon megnyílt a Püski könyvesbolt, és akkor én rendszeresen jártam Magyarországra, és hát mindig egy ilyen nagy stósz könyvvel jöttem vissza. És hát ugye két beteg között nyálasztam ezeket az őstörténelmi könyveket, hát körülbelül 500 könyvet olvastam el, és ezekből alakult ki ez az előadás. Azért vannak ott benne a képek, hogy ugye az első előadásaim még kép nélkül mentek, és akkor mondták, hogy azért jó lenne, hogyha azért amiről beszélek, azért azt be is mutatnám, térképeket, meg amit meg fogják látni, mindenről lesz szó, hogy az emberek azért el tudják képzelni, hogy amiről beszélek, az hol van, hogy kell elképzelni, és így tovább. Na az első kép, amivel kezdenék, az Európát fogja mutatni. Ugye a jégkorszaknak az idejétől fogunk elindulni itt Európában. A jégkorszakról tudni kell, hogy körülbelül 70 ezer évig tartott, ebben voltak kisebb-nagyobb fölmelegedések. Az egyik ilyen fölmelegedés volt például 35 ezer évvel ezelőtt, akkor építették például a boszniai piramisokat. És hogy az ember el tudja képzelni, hogy ez a jégkorszak mit jelentett, hát az a jégsapka, ami normálisan csak az északi sarkon található, az lehúzódott egész a földközi tenger magasságáig. Kialakult egy hatalmas jégsapka Európa fölött, meg természetesen Ázsia fölött is. És ezt a jégsapkát úgy lehet elképzelni, hogy ez egy 3 km vastagságú jégpáncél alakult ki, ami édesvízű volt, hisz ez a csapadékoknak a leülepedett részéből alakult ki. Most gondolják el, hogy micsoda iszonyú mennyiségű víz volt itt megkötve, ebben a óriási nagy sapkában, ugye? És most ehhez képzeljenek el mínusz 40, mínusz 70 fokot.
Ugye felvetődik a költői kérdés, mennyire lehetett itt túlélni, semennyire se. Az ember szinte másodperc alatt megfagyott volna, nem beszélve arról, hogy ugye nem volt lehetőség elütni a vegetációig, mert az fette ez a 3 kilométeres vastagságú páncél. Itt lehet látni az átmeneti zónát, aztán itt kezdődik a földközi tenger. Itt ugyan megjelentek már a vegetációnak hát bizonyos fajta vegetáció, ami az évnek a döntő részében azért az is meg volt fagyva. Hát itt lehet látni, ez ugye a Google-ból egy térkép, hogy lehessen látni, hogy helyezkedett ez a jégpáncél. Persze nem csak Európát érinti ez, hanem másik oldalon Amerikát is. Bizonyára hallottak arról, hogy körülbelül 15-20 évvel ezelőtt Szibériában találtak egy befagyott mamutot. Ez a mamut azért volt érdekes, mert ennek a mamutnak a szájában benne volt a fű. És az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a mamut még le tudott nyúlni a fűér, de mire lenyelte volna, megfagyott. És ugye itt egy több tonnás állatról van szó, úgyhogy ennél fogva el lehet képzelni, hogy ez a fagyásnak a kialakulása a jégkorszak kapcsán, ez szörnyen drasztikusan indult el, egy iszonyú nagy ütembe történt a hidegnek a kialakulása. Ugye van egy olyan elképzelés, hogy valami beütődött a földbe, és a földnek a tengelye kikerült a helyéből. Ez is magyarázna az is, hogy a négy egymás után követő jégkorszak az mindig rövidebb és rövidebb volt. Most elgondoljuk, hogyha kiingatok a tengelyből a földet, ez viszont egy inga mozgásba kezd, és ez az inga az mindig lassabb és lassabban még végül visszakerül a helyére. Hát, hogyha ránéztünk annak idején Európára, akkor ezt lehetett látni. Itt van alattunk a 3 kilométeres jégpáncél, és csak a hegyeknek a legmagasabb csúcsait lehet látni. Költői kérdés, mennyi ember élte ezt túl? Hát ennek a területén, ahol ez ott volt az a jégpáncél, senki se élte túl. Egyértelműen mindenki meghalt. Ez az átmeneti zóna a földközi tenger közelségében. Ugye egy évnek egy pár hónapjában megjelenik a vegetáció, de azért az évnek a döntő részében ez is égcsapokkal fedett. Úgyhogy még itt is, hogyha volt élővilág, nem volt könnyű dolga. Na most viszont ez a jégpáncél az ugye az édes vizet kötött be magához. Ennél fogva a föld egész területének a víz keringése az akadályozva volt. Ennél fogva a földnek, a globuszonnak a déli részein elsivatagosodás volt. Ennek megint csak az volt a következménye, hogy megint csak az emberek és az állatvilág nagyon nagy része elpusztult, hisz nem volt víz. Ott tudott megmaradni az élet, ahol nagyobb folyók vagy tavak meg tudtak maradni. Hát ott valamilyen szinten tovább tudott menni az élet. Hát körülbelül így nézett ki a globusnak a déli része, döntő részében. Na most tudni kell azt, hogy ez a jégpáncél, ez csak ott tudott kialakulni, ahol a földkéreg viszonylag vastag volt. A földkéregnek a vastagsága az általában 70-80 km, itt az euróázsiai területen egy kivétel van, és az történetesen pont a Kárpát-medence. A Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága a többiekhez képest csak egy töredéke, ennek következtében a Kárpát-medencében nem alakult ki a jégpáncél. Az egyetlen terület ezen a sapkán belül, ahol nincs jégpáncél, és ennek az a következménye, hogy igaz, hogy itt is zord és hideg volt, de megmaradt a vegetáció, hisz alulról fűtve volt a föld a magmához való közelség miatt. És mai napig is, hogyha bárhol lefurunk a Kárpát-medencében, azonnal mit kapunk? Termálvizeket, mert melegíti a magma. Hát az itteni emberek is itten viszont ugye meg kell mondani, hogy volt vegetáció, ha volt vegetáció, volt állattenyésztés, még ha zord körülmények között is, de még nyáron is így kellett felöltözni. Szóval melegen. Van az interneten egy térkép, ami bemutatja Európának a termál vizeit, illetve a geotermikus energiát. Ha megnézzük a Kárpát-medencét, illetve a Csonka-Magyarország területét, ez egy geotermikus csoda, ami itt van, nagy hatalom. Összehasonlítjuk Spanyolország vagy Franciaországhoz, hát összesen lehet hasonlítani. Ez is egy olyan energiaforrás, hogyha mi erre térnénk rá, akkor nem csak Paksra nem lenne szükségünk, semmilyen atomerőműre nem lenne szükségünk, hanem itt van egy teljesen rizikómentes
ingyenes energiakészlet, amit hogyha erre ráállna Magyarország, egész Európát el tudnánk látni energiával. Úgyhogy nem azt a ketyegő atombombát építenénk, ami a... Ugye tudják, hogy a 80-as években Ceausescu rakétával akarta megtámadni a paksi atomerőművet, és ezáltal tönkretenni Magyarországot, tehát ilyen őrültek mindig adódhatnak. Ennél fogva a paksi atomerő az egy életveszélyes dolog, mert hogyha az fölrabban, és mi, hogy a katlannak a közepén van, a katlanban levő emberek elpusztulnak. Úgyhogy Magyarország, a magyarságnak az életével játszik az, aki a paksi atomerőművet erőlteti. Hát igen, itt politikai, meg pénzügyi dolog van a háttérben. Ezek a termálfürdők Magyarországon, hát az egyik nagyon ismert ilyen termálfürdő Eger-Szalókon van, lehet látni ilyen teraszos kalcium kicsapódással levő kis ciszternákat. Hasonlóan lehet különben látni Pamukkaléba, a Törökországban, az nagyon hasonlóan néz ki. Hát mondjuk Eger-Szalókon ezeknek a ciszternek a jó részét most már művileg csinálták meg, mert én még ugye Egerben volt az első munkahelyem, sokat jártam ide fürödni, ott csak egy-két ciszterna volt, csak most már viszont egy egész hatalmas rendszer csináltak belőle, de látványnak nagyon jó. Mi történt akkor, mikor az a jégkorszak befejeződött? Hát nyilván az nem az történt, hogy az jég elkezdett kúszni észak felé, hanem elkezdett olvadni az a víz. És mivel, hogy a Kárpát-medencében nem volt jégpáncél, de viszont a hágókon keresztül a Kárpát-medence kívül területekről beáramlott a víz a Kárpát-medence közepébe, és a Kárpát-medence közepében körülbelül 10-11 ezer évvel ezelőtt kialakult egy édesvízű tenger. Na most, mi volt az a szerencsétlen Pannon nép, aki ugye 70 ezer éven keresztül átvészeli ezt a kataklizmát, ezt a szörnyűséget, jött a következő, föl kellett neki költözni a hegyekre a Kárpát-medence belsejéből, méghozzá ez a tengernek a magassága körülbelül 750-800 méter magasságig ment föl, úgyhogy ezeknek az emberek, akik túl akarták ezt élni, olyan magasan kellett menni, és olyan ezeken a helyeken kellett megvalósítani az élet szükségleteit, többek között a mezőgazdasági tevékenységet, meg nyilván az állattenyésztés is, ami e víz fölött volt. Így alakultak ki az úgynevezett pallak kultúrának a területei. Az azt jelenti, hogy az emberek, amikor fölmentek a magaslatokra, ott, ahol még nem volt sziklás a föld, hanem a földfelület, hanem még ugye föld volt rajta, ott csináltak ilyen teraszos berendezéseket, és ezeken a teraszoknak a vízszintes részén ott tudták termelni a mezőgazdasági dolgaikat. Hát, hogyha valaki elmegy Csíksomlyon, vagy bejárja Erdélyt, rengeteg helyen lehet ezeket a teraszos képzéseket, képződményeket látni. Itt van például egy székelyföldi kis falucska, itt vannak mögötte a kis pallagok. Nyilván nem lehetett túl magasra menni, mert utána már kezdődött a sziklás rész, ott már nem lehet ültetni semmit. Nyilván, amikor ez a tenger körülbelül 1000-1500 év után elpárologott, illetve elfolyt a folyamain keresztül, kiürült a Kárpát-medence belseje, akkor már nem volt szükség, okafogyottá váltak ezek a parlagok, nyilván bementek az emberek a völgybe, és már az életüket ott folytatták tovább. Ezeket a parlagokat egy cimbalmas tivadar nevezetű úriember térképezte föl a Kárpát-medencében, körbe-körbe mindenhol megtalálhatók ezek a parlagok. Ő volt az ember, aki azt állítja, hogy a kutatásai szerint bizonyítvának látja, hogy a székelység legalább 35 ezer éve a Kárpát-medencében él. Ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy mivel a jégkorszak alatt nem lehetett népvándorlással foglalkozni, mert abban a hidegben nem lehet ezeken a területeken mászkálni. Úgyhogy az a nép, aki a Kárpát-medencében belül volt, és már 35 ezer éve itt volt, az azt jelenti, hogy a jégkorszak közepe óta már itt kellett, hogy legyen a Kárpát-medencében, annak biztos, hogy a jégkorszak előtt is már itt kellett lenni, mert a jégkorszak alatt a vándorlás nagyon nehézkes volt. Úgyhogy ennél fogva ezt a 35 ezer simán ki tudjuk 80 ezerre tereszteni, mert ugye 70 volt a jégkorszak, és azóta 12 ezer év telt el. Mi történt a Kárpát-medencében, amikor elment a jég? Hát mindenki tudja azt, hogy a Nílus, amikor kiáramlik, és utána visszahúzódik, a kiáramlási területén hihetetlen termőföld alakul ki. Na hát ugyanaz alakult ki a Kárpát-medencében, csak itt az egész medencére vonatkozóan egy fantasztikus termőföld alakult ki a tengernek az elvonulása után.
Na most azt hiszem nagyon könnyen érthető az, hogy az a nép, ami átvészel egy 70 ezer év borzasztó hideg kort, az nagyon tiszteli a napot. Hisz az volt az a valami, ami adta az élethez szükségletű meleget, mindenki tudta, hogy nap nélkül nem lehetne élni. És ennél fogva az a nép, ez a pannon nép, ami a Kárpát-medencében ezt az időt túlélte, világosod napistenhívő vált. Különben az összes régi kultúra, ami a világon található, az mind napistenhívő volt. Éppen ennél fogva. Na most, aki foglalkozik egy picikét magyar őstörténelemmel, az biztos találkozott már Borbola Jánosnak a nevével. Borbola János egy olyan úriember, aki Hollandiában él, egy orvos, egy fogorvos, aki elvégezte az egyiptomiológiát, és ő volt az, aki be tudta bizonyítani azt, hogy a fáraóknak a nyelve az magyar volt. Vastag enciklopédiákat adott ki, ahol teljesen egyértelmű és szépen rávezeti az embereket, hogy hogy kell olvasni magyar nyelven az egyiptomi képírást, hieroglifákat. Ennél fogva nem csoda, hogy mind a magyar, mind a Kárpát-medencében, mint természetesen Egyiptomban is, ahol szintén napisten kultusz volt, ugyanúgy hívták a napistent. Úgy hívták, hogy Ra. És ennek a Ra elnevezésnek Kárpát-medencében nagyon sok helyen látjuk a nyomait. Ugye a napisten kultuszra jellemző volt az, hogy az emberek a legmagasabb hegyekre mentek föl, hisz ott úgy gondolták az ő hituk szerint, ott vannak legközelebb a naphoz. És ezeket a hegyeket Ra elnevezése illették. Így alakultak ki azok a nevek, hogy Tátra, Mátra, Fátra. Következő képen lehet látni, ma mindjárt mutatom még ezt a Borbola János urat, de még nagyon fontos dolog az, egy következő dolog, hogy mindig az a nép adja az adott területnek a neveit, amely nép azon a területen először jelentkezett. Hogyha én elmegyek Dél-Amerikába, akkor nekem nem kell Cordilleriknek új nevet adnom, mert a ottan levő indiánok ezt a nevet már megadták. Úgyhogy én is használni fogom azt a nevet, ahogy azok a hegyek már eredetileg nevesítve voltak. Ugyanez volt a Kárpát-medencében. Az a ős panon nép, amelyik itt élt, ő adta a hegyeknek, völgyeknek a neveit, illetve a folyóknak, illetve minden geográfiai területnek ők adták a megnevezését. Na most az a nép, ami a Kárpát-medencében túléli a jégkorszakot, valószínűleg úgy hívta magát, hogy Magura. És ez a szó, hogy Magura rengeteg helyen visszaköszön a Kárpát-medencében, lehet látni, például a Felvidéken Tátrai, Árvai Magura, Liptói Magura, Szepesi Magura, Erdélyben, Tarkói, Gutuni, Fekete Halmi, Naddisznori, Kék Magura, ennél sokkal-sokkal több van, én csak egy párat mutatom itt bemutatásképpen. Most az, hogy Magura egyetlen egy európai nyelven nem jelent semmit, de magyarul igen. Magura. És valószínűleg nem véletlen hívták magukat így, hisz az a új életnek, ami a jégkorszak után elindult, ők voltak a magja, ők voltak az, amiből újra elindult az élet. Itt lehet látni Borbola Jánost, és a következő képen lehet látni azt a könyvet, amit először publikált az egyiptomi ős magyar nyelvről. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy szerezze meg, mert azért ez egy olyan hihetetlen dokumentáció, ami miután most már meg fog jelenni angolul, talán már meg is jelent, valószínűleg egy kulturális földrengést fog okozni. Mert a világ fogja tudni, hogy az egyiptomi ősi nyelvnek itt él a Kárpát-medence közepén egy olyan népe, amely ugyanazt a nyelvet használja. Na most az, hogy az egyiptomi és a kárpát-medenci nép között milyen kulturális viszonyok voltak, nagyon sok minden lehet, nagyon sok helyen tetten érhető. Például az összes egyiptomi aranykincsnek az eredete az a Kárpát-medencéből van. Ez úgy lehetett bebizonyítani, hogy minden aranyban található bizonyos szennyezettség, és a szennyezettsége alapján lehet megállapítani, hogy melyik bányába bányáztak ki ezt az aranyat. És a erdélyi aranybányákban tellur szennyezettség található az aranyban, és az összes fáraói aranykincsben tellur tartalmú szennyezettség van. Szóval egyértelműen bizonyított az, hogy az egyiptomi fáraók Erdélyből hozatták az aranyat, és onnan csinálták a gyönyörű kincseiket. De nem csak ez a párhuzam. Tudni kell azt, hogy például az Egyiptomnak volt egy istene, vagy egy főpapja, amit Totnak hívták. A Totról tudjuk azt, hogy ő neki volt egy tekercse, amin állítólag az isteni tudás volt rajta. Ez a tekercs sajnos már nincs meg, csak a
monda maradt erről meg, itt lehet látni Totot ezzel a tekercsel. Most ez a Totra az volt jellemző, hogyha valaki meghalt Egyiptomba, akkor ez a Tot volt az, aki eldöntötte, hogy az illető ember a alvilágba kerül, vagy fölkerült az úgymond mennyországba. És ő volt az, aki eldöntötte az illetőről, hogy most milyen emberi tulajdonságai voltak, és hogyha megfeleltek az emberi tulajdonságai, akkor azt mondta neki, hogy te magyar vagy, tehát te fölmész. Aki nem volt magyar, az ment az alvilágba. Szóval az egyiptomiaknál ez a szó, hogy magyar, ez egy emberi minőséget, nem fajt jelentett, hanem egy emberi minőséget. Na most ez a egész hozzáállás a halotti kultuszhoz teljes mértékben visszaköszön Magyarországon. Ha megnézzük a koronánkat, méghozzá a Szent Paulusnak a képét, ugye ez biztos nem a Saul rabbi, aki Pál lett, ez egy egész más Pálról van szó. Tudni kell még egy dolgot, hogy a Szent Koronán az összes népművészeti motivum, nem a embereket ábrázoló kép, hanem ezek a motivumok, amik körül vannak, mind egyiptomi eredetű, kivétel nélkül. Ezt a Borbola János az egyik könyvében nagyon szépen bemutatja, ugyanis ő minden egyes motivumot, amit talál a korona zománc képein, bemutatja a megfelelő templomon, vagy szobron, vagy oszlopon Egyiptomba. Úgyhogy teljesen egyértelmű a bizonyítása. Na most mit csinál ez a Szent Paulus? Ugye úgy az első nézésre azt hiszi az ember, hogy egy könyvet tart a kezébe. Ha könyv lenne valóban, akkor a könyvnek ugye lehetne látni mind a négy oldalát. De itten ez a részén hiány van. Ott ezt a részét a mutató ujjával kibezárja. És ennek mi volt a jelentőség? Az volt a jelentőség, ez a Szent Pál volt ugyanaz a funkciója, mint Egyiptomban Totnak, ugyanis a Szent Pál döntötte el, hogyha valaki becsületesen, tisztességesen leélte az életét, akkor annak kinyitotta a mutató ujjával az utat, és azt mondja, menj, te mehetsz, menj. És azoknak az embereknek a tömege, aki megkapta azt a engedélyt, hogy mehetett, szóval megy, hova kerültek? A mennyországba. Menj, abba az ország, mennyországba kerültek. Akik nem érték el azt a minőséget, vagy azt az emberi erkölcsi szintet, azok meg mentek mind a pokolba, az alvilágba. Úgyhogy itt is lehet látni, hogy az Egyiptom és a magyar mondavilágban, a kultúrában nagyon sok helyen visszakacsint az azonosság. Itt lehet látni a Tátrai hegyeket, ugye? Elnézést a pár mielőtt elmegy. Ha nem a Saul, akkor ki? Nem tudom. Mindenre nem tudok választ. Meg kéne nézni, a Borbola szépen leírja ezt a tulajdonképpen. Erre már sajnos nem emlékszem. Itt lehet látni ugye a Tátrát, különben Tat, ha jól tudom, szumer nyelven földet jelent. Most ugye Tatra, az a földnek az a része, ahol az Istennek, Isten tisztelet történt. Magyar nyelvekönben van egy olyan tulajdonság, hogy azokat a szavakat, amit mi nagyon fontosnak tartunk, duplázunk. És ezért van mama, papa, ugye egy újszülött csecsemőnek a legfontosabb két ember az életében a szülei. De ha valami fontos területről van szó, akkor ott is megdupláztuk az elnevezést, és így alakul ki a Tata bánya. Mert az egy olyan bánya terület volt Tata bánya környékén, ahol valami nagyon fontos dolgot bányáztak, de duplázták a nevét, mert ezzel is kiemelték, hogy milyen fontos. Ugye a napisten kultusznak egyik szimbolikája. Miután ugye a jégkorszak eltűnt, illetve eltűntek a tengerek, akkor kialakul a Kárpát-medencébe egy valódi földi paradicsom. Ez a valódi földi paradicsom még mai napig is fönnáll Magyarországon, meg a Kárpát-medencébe, csak hát ugye ennek a népnek az ellenségét tettek róla, hogy ezt földarabolják olyan szinten, hogy minden kis rész nyomorog, ahelyett, hogy egyben lenne, és gazdag lenne, és boldog lenne. A jégkorszak, illetve a tengernek az eltűnése után a következő 1000-1500 évben, mivel itt valóban kánaáni területek vagy lehetőségek voltak a Kárpát-medence közepén, olyan szinten felszaporodik az ember tömeg, hogy elindulnak a szélrózsa minden irányába, hisz ezeken a területeken itt nem volt ember, nem volt állat a jégkorszak alatt. Ezek mind felszabadultak, és a tengereknek az eltűnése után nyilván itt elindul az állatszaporulat, de még emberek nincsenek. Úgyhogy innen indul el az embereknek a feltöltése a szélrózsa minden irányába.
Azok a népek, amik a Kárpát-medencében körülbelül olyan 8-9 ezer évvel ezelőtt nyugatra mennek, azok beterítik teljesen Európát, Nyugat-Európát. Azokat a történészek úgy hívják, hogy kelták. Most megint csak a pannon nyelv, illetve a magyar nyelv az, aminek a kelta népnek megmondja a jelentőséget. Miért hívták őket keltának? Világos. Ők keletről mentek nyugatra. Hát, hogyha itt volt egy Miska bácsi, akkor megkérdezte újonnan jövő embert, honnan jött, gyűjtél? Hát mit mondod neki? Hát keletről gyűjtem. Így jött a kelta, így alakul ki a kelta név. Azok a népek, amik körülbelül ugyanabban az időben nem nyugatra, hanem keletre mennek, ezek adják a szkita népeknek az európai gyökereit. Ugyanis a szkita népeknek nem csak európai gyökerük van, hanem van ázsiai vagy dél-ázsiai gyökerük is, hisz itten, ahol sivatagosodás volt, amikor helyreállt a víznek a vérkeringése, akkor nyilván ott újra ott is elindult az élet, és ott is indult népszaporodás, úgyhogy onnan is elindultak az emberek alulról fölfelé. És ez a két áramlat találkozik egymással, és így alakulnak ki a legkülönbözőbb szkita népeknek a keveréke. De az európai gyökereket innen kapják a Kárpát-medencéből. Volt egy leáramlás körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőtt délkeletre, azok eljutnak Mezopotámia területére. Ugye Magyarországon a néptörténeti mondavilágban három irány van, van a szumerológusoknak az iránya, van a turkológusoknak az iránya, és van az az irány, ami azt állítja, hogy a Kárpát-medencéből származik a magyarság. Az a terület, a szumerológusok azt mondják, hogy a magyaroknak az ősei, azok a szumerok voltak. Csak ám. Az a helyzet, hogy a nép nem innen vándorol ide, hanem a Kárpát-medencéből vándorol ide. És ezt nagyon sok minden lehet bizonyítani. Például a Kárpát-medencében, amióta megjelenik Torma Zsófia, meg egy román kollégája, Vlasza Nikolaj, azt hiszem úgy hívták, megtalálják Maros megyében, a Maros folyó mentén, tatárlak helyiségtől nem messze, az úgynevezett tatárlaki kövecskéket, amelyeken egy 1500 évvel idősebb írás lehet látni, mint magában a Mezopotámia területeken. Úgyhogy egyértelműen lehet követni, hogy a kultúra innen megy lefelé, hisz az az írás, ami a tatárlaki köveken van, azt a hivatalos tudomány úgy hívják, hogy présumér írás. Ez a présumér írás 1500 évvel megelőzi a sumér írásokat. Itt lehet látni egy kis képet, ezt most itt be van téve, nem egy logikai folytonosság, itt lehet látni a úgynevezett magyar vár, vagy magyar városnak a romjait. Ez a kumamenti Magyarországnak a területéről van, Kaukázustólnak az északai Lankáin, ott van a Kuma folyó, és ott egészen 1200 évekig volt egy második Magyarország. Ezt a Magyarországot a Timurkán tette tönkre, ugye Timurék már mohamedánok voltak, itt viszont keresztények voltak, ezeknek a királyát úgy hívják, hogy Jeretyán király, ő is az Árpád-háza Turul nemzetséghez tartozó fejedelem volt. A két Magyarország között volt egy állandó élő kapcsolat annak idején. Következő tényképpen lehet látni Mezopotámiát, ugye ez mostani leginkább az Iraknak felel meg, de Szíria is beletartozik, illetve a Perzsia birodalomnak a legnyugatibb területe. Ugye Mezopotámia szót azt a görögök görögül azt jelenti, hogy folyam közti, mezo az köztit jelent, a potom az folyamot vagy patakot jelent, nyilván inkább folyamot, mert nem patakocskáról van itt szó. Két folyam között van ez a terület, Tigris és Eufrates között, de én azt vallom, hogy a magyar az ős nyelv, és hogyha végigmegyünk az előadásom, azt hiszem mindenki számára ez világos lesz. Ezt magyarul is lehet mondani, mert hogyha én leírom azt, hogy mezőföld görög nyelven, a görögben nincs ő betű, úgyhogy ma mezőfódot így fogok leírni, és a F betűt a görögök PH-val írják le, úgyhogy ma mezopotot fogok kapni. És mi, hogy a geográfia egységeknek a végén ilyen végződésednek, mint Germánia, Itália, ennél fogva a mezőfődhöz, a mezopothoz hozzáteszem az ilyen végződés, akkor megkapom a mezopotámia elnevezést. De teljesen mindegy, hogy így vagy úgy közelítem meg, a lényegen nem változtat. A Mezopotámiában található városoknak a neveinek nagyon nagy részének mai napig magyarul van jelentősége. A hivatalos, itt még lehet látni egy rövid képet Torma Zsófiáról,
Vlasza Nikolaj Vasáron lincsképpen meg lehet nézni az interneten, ők találták meg ezeket a korongokat, ezekből a legismertebb ez a kerekkorong, és mondom, ez az írás, ez 1500 évvel megelőzi a szumer írást. Úgyhogy még Mezopotámia nem létezett írás, már itt már író emberek voltak, és miután megtalálták Magyarországon a 6000 éves kohókat, ezek ott kiállítás is található ezekről a kohókról, ebből lehet látni, hogy itt már egy olyan fejlett kultúra volt, ami tényleg képes volt terjedni a szélrózsa minden irányába, és innen ment le Mezopotámiára. Na most ugye, ha megnézzük a Mezopotámia városneveket, ez, amit a Google-ban meg lehet találni, már itt is vannak magyar nevű városok, de messze nem annyi, mint amennyiről tudunk. Egy Matek Kamil nevezett úriember, talán ma hallottak a nevéről, ő bejárta ezt a területet, és körülbelül, hát itt van nekem tőle egy lista, körülbelül 30 település talált. Ezek létező települések, mi mai napig is mindegyiknek magyar neve, majdnem mindegyiknek magyar neve van. És itt vannak a szumeroknak a törzsi nevei is, azokban felolvasok egy párat, hogy lehet lehessen látni, hogy mennyire magyar nevekről van szó. De itt is van például olyan, hogy uruk, itt van, hogy kis, itt van alatta, hogy marad, a kis fölött ott van, hogy kuta. Na most tudni kell azt, hogy a szumér városokat sajnos nem a magyar felfedezők tárták föl, németek, japánok, franciák, olaszok, ott, ahol pénz volt, azokat oda küldték, és ők föltárták, és ők a helyi agyag táblákból próbálták rekonstruálni, hogy hogy hívhatták azt a területet. Na most például a Kuta nevezetű városban nagyon sok, nem nagyon sok, ezeresével találtak kuvasz kutya csontokat. És kiderült azokról, arról a helyről, hogy az egészségügyi centrum volt, ahol a sebesült és elgenyesedett sebő embereket ezekkel a kutyákkal nyalatták. Addig nyalták a kutyák ezeket a sebeket, míg kitisztult a seb, és jó esetben az ilyen emberek meggyógyultak. Most ennél fogva valószínűleg nem Kutának hívták ezt a várost, hanem Kutyának, hisz mind se a germánba, se az olaszba, se a japánba, se akármelyikben nincsenek lágy mással hangzók. Gyébetű nem létezik, egybetű nem létezik náluk, gyébetű nem létezik náluk. Úgyhogy nem is tudták úgy meghangzósítani, ahogy valószínűleg eredetileg ezt elnevezték. Én felolvasom még egy pár szumér város vagy helyiség nevet. Van olyan, hogy Adab, Lagas, Umu, Erek, Uruk Kis, Gutas, Kikinda, Alag, Hinár, Hit, Résen, Bor, Harak, Bács, Árva, Ugarit, Sórát, Sófalva, Sófogi, Árpád, Emese, Kálmán, Ara, Hamat, Arak, Karga, Gengeret, Kál, Ar, Béla, Pakad, Korga, Kades, Mór, Susa, Balat, Tuba, Hadad, Kert, Mecsek, Zala, Gömör, Panon. Ha vajon milyen nép élhetett itten? És a törzseknek a nevei: Arad, Árva, Balat, Bagaszki, Gubula, Fót, Mahet, Mor, Mara, Marikád, Kál, Karp, Paka, Kába, Urga, Panun. Hát azt hiszem, hogy egyértelmű. Na most ugye, ma mindjárt mondok a sumerokról még többet is. Itt lehet látni a sumer területnek a legészakibb részén, ott van egy úgynevezett Árpád nevezetű város. Hát nézzék meg, ugye a magyarokra azt mondják, különösen, hogyha Glac Ferencet olvassa valaki, hogy biztos ismerik a magyarok krónikának a 9. óra, hogy hogy gyalázza a magyarságot. Na nézzék meg, ugye, meg a nyugati írások is azt írják a magyarokról, hogy ez egy nomád nép volt, ami nyers húst evett, meg mindenféle mondanak. Na nézzék meg ezt az Árpád nevezetű város, meg a sumer korból. Hát micsoda kultúra, micsoda civilizáció van ottan. És valószínűleg nem véletlenül hívják ezt Árpádnak. Különben ugye, ha megnézzük a mezopotámiai városokat, nagyon híresek ott a úgynevezett cikkurátok, azok több emeletes épületek. Most nézzék meg, 5-6 ezer évvel ezelőtt 4 emeletes épületet építenek, de ha megnézzük a Bábel tornyot, az a mai panelházakkal vetekszik. Na most ugye a múlt században volt egy Bobula Ida nevezetű hölgy, ez egy hihetetlen intelligens nő volt, több egyetemet elvégzett, és ő volt az első, aki megpróbálta a sumér-magyar párhuzamokat fölállítani. Neki sikerült már annak idején 2000 szót megtalálni, ami mind a sumérban, mind a magyarban megtalálható.
Majd később a második világháború után egy Badinyi Jós Ferenc nevezetű úriember, ő ugye egy horti repülőstiszt volt, a háború után kiment nyugatra, elvégezte a jezsuita iskolákat, majd elment Buenos Airesba, és ott megalakítja a szumerológia intézetet, ahol már nem csak maga, hanem egy egész timmel fejtik ezeket a sumértáblakba, ezekben a sumértáblakban millió számok vannak, hihetetlen sok van belőlük, szóval hihetetlen kulturális tárháza a magyarságnak. Ő neki már sikerült 6000 közös szót találni. Na most érdemes kicsit talán belenézni ebbe a szavakba, mert ugye 6000 szó azért rengeteg. Hát gondolják bele, a finugor elméletet 300 szópárhuzamra építették föl, itten 6000 van, és a szavaknak a mi voltából azért lehet következtetni, hogy mi mindennel foglalkoztak, miük volt már ezeknek az embereknek. Ha nézzük meg, nem tudom távolról mennyire lehet látni, mondjuk elég élesek ezek a képek, de itt van például abrosz, ubaraszu. Szóval ezek az emberek úgy ettek, hogy abroszt tettek az asztalra 6000 évvel ezelőtt. Babrál, badar, borda, barda, csata, sata, csipke, síp, kalapács, kalappatu, kantár, gantúr, karácsony, gurasumu, kása, kas, kasza, kaz, katona, kadunu, király, kuruigi. De vannak olyan szavak, hogy lúg, ami nem változott 6000 év óta. Ez viszont arra enged következni, hogy ezek a kémiával is bizonyos szinten tisztában voltak, különben nem lett volna ilyen szavuk, ami mai napig is ugyanazt jelenti, mint akkor. A papasz, pap, palás, palasutu, konkoly, kangal, kór, gúr. Hát minden esetre, én most nem akarok végigolvasni, mert ugye ez nem engedne az idő, de 6000 szóról van szó, ami mind a két nyelvben ugyanaz. Most a Badinyi Ék Buenos Airesben meg tudták állapítani azt, hogy a két nyelvnek a nyelvtana 95%-ban megegyezik. Úgyhogy a végül is a szumerológusok azt mondják, hogy nem lehet két külön nyelvről beszélni, egy nyelv, amelynek a fejlődését lehet látni 6000 év távlatában. Most egy nagyon-nagyon fontos kép jön. Ezt a agyaktáblát egy stilizált rovásírással, ezt 2009-ben találták Jeruzsálemben, 3 méter mélységben. Erről a tábláról kiderült, hogy Krisztus előtt 600-ból van ez a tábla, szóval ez abból a korból van ez a tábla, amikor a kánaáni népet kiirtják. Ugye a zsidók meghirdetik, hogy oda el kell menni a kánaáni területre, ott ki kell írtani a benszületeket, és ez lesz az ő ígéret földjük. És ez a tábla elárulja, hogy kik éltek ottan. Ezt a táblát 2015-ben sikerült megfejteni. Ez a tábla mai napi érthető magyarsággal van írva. Itt van a táblának a fordítása. Nem fordítása, hanem így lehet csak meghangzósítani. Ez egy magyar szöveg. És ez azt jelenti, hogy a kánaáni nép, azok magyarul beszélő szkiták voltak. Magyar fajtestvéreink voltak ottan. Azokat írtják ki a zsidók, a maradék kevés kánaáni magyarul beszélő szkíták, a zsidók fölnyomják északra, egy olyan területen, ahol arámi nyelven beszélő népek élnek, és nyilvánvaló ez a nép, ez a magyarul beszélő, az a maradék magyarul beszélő szkíták szépen lassan asszimilálódik az arámi nyelv tömegben, és tudni kell azt, hogy ezen a helyen születik Jézus. Na most a Jézusnak az édesanyja, Mária, ő egy Adia Benei hercegnő volt. Adia Benei, ez a pártus birodalomnak az északnyugati csücskén van. Az azt jelenti, hogy ennek a hercegnőnek természetesen voltak pártus kapcsolatai, mivel ő is hercegnő volt, és ugyanúgy, mint ma is Európában a fejedelmi családok, a királyi családok, akkor valamilyen szinten egymással rokonságban vannak. Hát nyilvánvalóan nem volt ez másképp abban a korban is. Úgyhogy ő, ez a hercegnő nyilván rokoni kapcsolatban volt a pártus királyokkal. A Jézus családjának, mármint az édesanyjának voltak nagy birtokai Jeruzsálemtől északnyugatra. Szóval azt lehet mondani, ők voltak az a család, ami a kánaáni területeknek volt a jogos, fejedelmi, uralkodó családja. Most gondolják el, hogyha jön egy idegen nép, és elfoglal egy területet, kiirtja a népét, és most valahol hirtelen megjelenik egy uralkodója ennek a területnek. Hát ez egy nagyon komoly tüske annak a népnek a szemébe, aki ezt a területet elfoglalta. Ugye ez azt hiszem érthető.
Na most ugye érthető az is, hogy miért jelenik meg három király Jézusnak a születésénél. Azért, mert az édesanyja hercegnő volt, és a rokonságban levő királyi családok jönnek meglátogatni Jézuskát. Mit ír le a Biblia? Erről az időről azt írja ezt, hogy ez a három király hoz ajándékot a kis Jézuskának. Egyik ajándék azok aranyrögöcskék voltak, a másik mirha volt, és a harmadik tömjén. Ugye, aki olvasta a Bibliát, tudja ezeket a dolgokat. Csak ugye a Bibliáról kell tudni a következőt. A Biblia átmegy három zsinaton. Az azt jelenti, mind ment át a Biblia? Háromszor megcenzúrázzák. A három cenzúrázás alatt 5000 tételt vesznek ki a Bibliából. Ha most gondoljanak, van egy életfilozófiai leírás, és abból kiveszek 5000 tételt. Mi marad abból? Az már emberek által kitalált valami, amit a Biblia tárol ma a 21. század emberek felé. De az összes egyház azt mondja, hogy elsőtől utolsó szóig Isten végletése. Hát csak, de ugye akkor minek voltak a zsinatok? Akkor nem kellett volna változtatni, hogyha valóban isteni kinyilatkoztatás lenne. Hát ez logikus dolog. Na most ugye belegondolva abba a három ajándékba. Egy király nem lenne méltó egy ajándék egy királyt, hogyha aranyrögöcskéket adna. Ha egy király aranyból akar valamit adni, akkor egy nagyon komoly ékszert adna, és nem aranyrögöcskéket. Nem méltó aranykavicskákat ajándékozni valakinek. Ha már királyról van szó, akkor nyilván valami nagyon komoly ékszert adományoz. Nem ezt írja a Biblia. Mirha. A második királynak az ajándéka. Mirhát, ha utána tetszenek nézni a Wikipédiában, le van írva, hogy ez egy féregírtószer. Hát én szerintem nem igazán méltó ajándék egy királytól, hogy egy rokoni csecsemőnek féregírtószert adjon. A harmadik ajándék a tömjén, hát én szülésznőgyógyász vagyok, én nekem eszem ágában nem lenne egy újszülött csecsemőnek befüstölni a szobáját, hanem arról van szó, hogy friss levegőt kapjon az a gyerek. Szóval én szerintem ez a három ajándék, ez teljesen nevetséges. Én nekem meggyőződésem, ezzel nyilván lehet vitatkozni, ez az én meggyőződésem, amit most elmondom, nem könyvekből olvastam, de mivel a Borbola János leírja azt, hogy a Magyar Szent Koronán az összes népművészeti motívum egyiptomi eredetű, ennél fogva szinte biztos, hogy ezt a koronát nem a Kaukázusban, hanem Egyiptomban készítették. Tehát én arra gondoltam, és meggyőződésem, hogy ez így volt, hogy Jézuska, mint megszületett pártus hercegnek a kislánya, a rokoni pártus királyoktól egy királyi ajándékot kapott, és nem féregírtószert, szóval nem füstölőt, és nem rögöcskéket, hanem megkapott egy gyönyörű szép koronát. És ezen a koronán ott vannak az egyiptomi motívumok. Hogy kerülhetett ez a korona aztán a turul nemzetséghez? Hát én szerintem ez nagyon egyszerű. Tudni kell azt, hogy a Jézusnak az anyukája, mint mondtam, Adia Benei hercegnő volt. Ki volt ügyeknek a felesége? Emese, ugye? Emese ugyanebből az Adia Benei hercegi családból származik. Ennél fogva a turul nemzetség és a Jézus család között megvan a rokoni fonál. Ugye Emese az a Árpádnak volt a nagyanyja. Mert ugye Árpádnak az édesanyja, vagyis volt az Árpád Álmos, és Álmos, igen, és utána jött ügyek, és ügyeknek a felesége Emese. Na most, mivel hogy a Jézusnak az édesapja, nem is lehet azt mondani, hogy édesapja, nem volt az apja, a József, az neki nem volt az apja, hanem az egy politikai társulás volt az édesanyja és József között, mert a zsidóknál volt olyan törvény, hogy egy magasabb rangú arisztokrata nő netán valakitől elfogadja egy ajándékot, akkor a zsidóknál ez az elfogadás azt jelenti, hogy elfogadja a házasságot. És ettől akarta magát kivédeni, tehát csinált egy ilyen szerződést, vagy egy ilyen kontraktot ezzel a Józseffel, hogy úgy szerepel a zsidók felé, mintha ő már férnél lenne. És ennél fogva ez a veszély nem fenyegette őt. De mindesetre József felé Jézusnak semmilyen rokonsági, vérségi rokonsága nincs, hanem csak az édesanyja felé, és abban az irányban a rokonsága van neki vérségi kapcsolata. És így kerül át a vérségi kapcsolata turul nemzetséghez. És itt könnyen megérthető az, hogy hogy kerülhetett ez a korona, amit Jézusnak hoztak a pártus királyok, hogy került ez a turul nemzetséghez. És hogy került ez aztán Attilához. És hogy került ez aztán Istvánhoz, ugye a pápán keresztül.
később erről még fogunk kicsit beszélgetni. Hát itt lehet látni ezt a földi paradicsomot, amit mi bátran nevezhetünk a teljes paradicsomot a hazánknak. Így néztek ki körülbelül azok az emberek, akik ezt a pannon népet képviselik. A Kárpát-medencei népre jellemző az, hogy szőkék, barnák és fekete hajúak voltak. Az, amit például a szlovákok meg a románok azt mondják a magyarok, hogy mi egy mongol nép vagyunk. Hát elég, hogyha mi belenézünk a tükörbe, mindenki látja azt, hogy nem azok vagyunk. Szőkék, barnák, feketék vagyunk. Teljesen természetes persze a Kárpát-medence nemes steril terület volt. Éltek itt mindenféle más népek is, akik azért itt volt vándorlás több száz évvel ezelőtt is. Éltek itt gepidák, jöttek ide a gótok is. Szóval meg aztán a később időben jöttek ide a szlávok, meg a germánok. Úgyhogy persze a mostani magyarság már elég keményen meg van keverve. De itt lehet körülbelül látni az eredeti pannon népnek az arcát. Most ezeknek a kelet felé való kiáramlása voltak a szkiták, és a szkitáknak az európai gyökereit azt a Kárpát-medence nyújtotta. Itt vannak például a szkitákról készített képek. Lehet látni, hogy szépen szőke, barna, illetve fekete emberek, mind a három megtalálható kis ügyes kis pödrös bajuszkájával. Na most, hogyha megvizsgáljuk a keleti áramlást a Kárpát-medencéből keletre, ebből a keleti áramlásból, mint ahogy mondtam, ezek adták a szkít, a különböző szkít a népeknek az európai gyökereik voltak, ezekből mindig volt egy levándorlás délfelé is, meg északfelé is, egészen Kamcsatka Csukotkáig. Ha most megnézzük, hogy melyikek azok a népek, akik rendelkeznek az európai gyökerekkel, akkor az első nép tőlünk keletre azok az ukránok. Most szerencsénk van, hogy a japánok elvégeztek egy genetikai tanulmányt, ők föltérképezték, kedves egészségére, föltérképezték a világ népeit genetikusan, genetikailag, és ennél fogva meg tudjuk most már állapítani, hogy melyik néppel milyen szinten vagyunk rokonságban. Na most akkor, ha megvizsgáljuk az ukránokat, azokról kiderült, hogy ők 60%-ban szkíták, és a 40%-a, ami nem szkíta eredetű. Úgyhogy végül is a ukránok viszonylag elég közel rokonaink nekünk. Az ukránoknak a déli részén található a Krím-félsziget, ugye most nem régen, ugye pár évvel ezelőtt volt a vita, hogy most az ukránoké legyen, vagy az oroszoké. Mindenki, mind a ketten azt állítjuk, hogy az ő földjük, egyiknek sincs igazuk, ez a tatároknak az ősi földje, a krimi tatároké. Most a krimi tatároknak a genetikája szinte egyezik velünk. Az, hogy nekünk volt a történelemben ugye velük problémánk, az leginkább azért volt, mikor volt a mongol invázió, hát minden olyan népet, amit a mongolok legyűrtek, azoknak a férfiait maguk előtt tolták, és hát kénytelen voltak be, ők is beállni a harci tevékenységbe, így kerültek aztán a tatárok hozzánk. Úgyhogy előtte őket is a mongolok leigázták. A következő ország, ami ha keletre megyünk, az egy hatalmas nagy ország, ugye ez a Kazaksztán, ami majdnem olyan, mint Európának a háromnegyed része, ennek ellenére ott csak 16 millió ember él. És ebből a 16 millióból is a 30%-ban mindig még orosz. Úgyhogy ennek ellenére a Kazaksztán területén 35 fajta nép él. Én mikor Kazaksztánba jártam, itt jártam Almatába, az volt valamikor régen a Kazaksztánnak a fővárosa, ott találkoztam életemben először ujgurokkal, és ez számomra egy óriási élmény volt, mert ugye, aki olvassa az őstörténelmi könyveket, akkor az azért tudja, hogy az ujgurok nekünk a legközelebbi rokonaink. Úgyhogy nek számomra ez egy hihetetlen dolog volt. Én hoztam egy kazettát, az ujgurokkal való kapcsolat fölépítést, fölvázolom, hogy hoztam, hogy találkoztam az ujgurokkal, hogy hoztam őket Magyarországra, hogy vittem őket Csíksomlyóba, hogy kapott minket el a Securitate, hogy írt rólunk, hogy mi Al-Qaida terroristák vagyunk, hogy tiltotta őket ki Magyarország az országból. Az egész kálvári ebben a CD-ben megnézhető képekkel is illusztrálva, de most nem arról akarok beszélni. A következő, Kazaksztán, amikor Almatában voltam a Nemzeti Múzeumban, akkor mondta nekem az igazgató, hogy a Kazaksztánban levő sírok a 12. századig bezáró mind európai embert mutat. Szóval teljesen európai emberek voltak, ugye a kazakoknak a Magyarországon levő rokontestvéreik azok a kunok, mind a kettő a kipcsak törzsbe tartozik. A 12. század után a mongol invázió alakította át a kazakokat kicsit liccel szeművé. Addig teljesen európidek voltak.
A kazak nyelvben mai napig több ezer magyar szó található. Nyilvánvaló, hisz az a kiáramlás, ami a Panon medencéből történt, az vitte a kulturális lenyomatát a nyelvben is. Tehát tele vannak magyar szavakkal. Következő ország, itt van Mongólia. Mongóliának a kétharmad része szabad, az egyharmadát azt a kínaiak elfoglalták. A legtöbb mongol ezen elfoglalt területen él, kb. 6 millió, magyar Mongóliában, hát tudomásom szerint kb. 3 és 4 millió ember között lehet most már. Nagyon szépen szaporodnak a mongolok, úgyhogy ott rengeteg a gyerek a családokon belül. Csodálatosan kiderült, hogy a mongol nyelvben 4000 magyar szó található. És nyilvánvaló az, hogy nem az történt, hogy mikor Batukán a hadjárat során nem azzal foglalkozott, hogy járta a magyar falvakat és gyűjtötte a magyar szavakat, és aztán hazament és tanította a saját népét magyarul, hanem ez a kulturális lenyomat 10000 évre megy vissza, arra az időre, amikor a Kárpát-medencében megtörtént a Szél Rózsa minden irányába a kivándorlás. És így került ez a 4000 magyar szó a mongol nyelvbe. Az első 1900 szót én Obrusánszki Borbálától kaptam, amikor még Németországban éltem. Obrusánszki Borbála ugye Mongóliában végezte az egyetemet, ő nekem az ő által föltárt, fölfedezett 1900 szópárhuzamot mutatta meg. Ennél sokkal több van. Nekem van egy televízióm, ez a Hun televízió, én meghívtam valamikor a mongol követségemben levő tanácsadót, aki viszont Magyarországon végezte az egyetemet, és ő nekem már 4000 szópárhuzamról számolt be. Na most, hogyha meg akarjuk nézni, hogy ezeknek a szkita népeknek milyen szintű volt a kultúrájuk, akkor mindjárt mutatok egy pár szkita ékszert, de még fontos tudni a következőt. Ugye további országok, amik szintén európai gyökereket kaptak, az Mandzsúria volt. A mandzsuk azok hunok voltak, kínaiak már teljesen kiirtották őket, most azt hiszem a 21. században alig 10000 ember vallja magát mandzsunak, olyan szinten kiirtották őket, ők is hunok voltak. És hogyha értjük azt, hogy ezen a területen hunok voltak, akkor azt is értjük, hogy miért tartják magukat a koreaiak hunoknak. Ugyanis hunoknak tartják magukat. Ha az ember egy koreaival találkozik, azonnal felmerül a rokonság kérdése. Ők tudják, mi nem, mert bennünk kiirtották a hun testvérek irányába való testvériség tudatát. Az ujguroknál minden egyes ember, a pásztortól, a takarítónőtől, a orvosig, mindenki tudja otthon náluk, hogy mi vagyunk a testvéreik. Én 10 évvel ezelőtt, ha ujgurokról beszéltem Magyarországról, rám néztek, mi az étel vagy ital. Ilyen így el volt hűítve a nemzetünk. Teljesen agymosott állapotban vagyunk. Ezek a letérések viszont nem csak erre felé mentek, hanem átmentek egész Japánig, ugyanis a japán arisztokrácia az hun származású. Amikor volt a kínai hun viaskodás, akkor mi csak az egyik útvonalat ismerjük a menekülésük. Akik nyugatra jöttek, azok voltak az Attila hunjai. De azokról nem tudunk semmit, azokról a hunokról, akik keletre menekültek, hajókkal mentek el egész Kanadáig. De az első állomás az Japán volt, és az Észak-Japán területén ott élnek az Ainu japánok, akik hun testvéreink. És azok, akik átmentek Kanadába, azok a Dakota, Lakota, Sioux és a Mohikán indiánok, édestest hun testvéreink. Rovásírással írtak, pentaton zenén énekelnek, a mondáik, a népművészetik megegyezik a magyarokkal. Na nézzünk meg egy pár szkíta kincset. Itt lehet látni egy 3000 éves nyakéket. Ez a nyakék ez azért izgalmas, mert három részre van osztva, és a három rész különböző dolgokat mutat. Ez egyik mutatja azokat az állatokat, amikkel ők foglalkoztak. A másik mutatja a népművészeti motivumokat, és a harmadik mutatja a mitológiai jeleneteiket. Na most itt lehet látni, hogy csak el tudjuk képzelni a precizitását. Itt lehet látni egy lovacskát, itt, és ezt a lovacskát szopja egy csikó. A csikónak a nagysága 4 mm. És a 4 mm-es csikónak a lábán lehetnek láthatóak a vénák. A lábán láthatóak a vénák. Most tessék elképzelni ennek a technológiának a fantasztikusságát. Következő dolog, itt lehet látni egy széthúzott báránybőrt, két szkíta, gondolom pásztor, széthúz egy báránybőrt. Ezen a báránybőrön egy nanovastagságú arany réteg van. Én megkérdeztem az ötvösöket szeretetre, hogy tudnák ezt megcsinálni, hát bajuk lennének, azzal a csikóval pláne.
Ugye eltroforézissal meg tudják csinálni a nanovastagságú aranyat, de azt a 4 mm-es csikónak a lábán a vénákat nem tudják megcsinálni. Ez 3000 éves. Itt lehet látni, hogy megint egy ismert harci modor magyarok számára, amikor az ember a katona